Láttam ilyet egyébként 2002-ben, hogy felnőtt ember hisztérikusan sírt, hogy nem lett országgyűlési képviselő, mert akkor most elkezdett remegni, hogy akkor vissza kell mennie annak a jövedelemnek a töredékéért tanítani. Most, hogyha a középiskolai tanárnak se kellene attól tartania, hogy lesz vele, hogyha a politikából kiesve visszamegy tanítani, egyetemi tanárnak nem kellene ettől tartani, akkor, akkor sokkal intellektuálisabb, sokkal magasabb szakmai színvonalú lenne a politika, és azt gondolom, hogy erkölcsileg is sokkal magasabb szintű lehetne a politika, hiszen a politika nem elsősorban arról szólna, hogy hogyan lehet legálisan, sőt illegálisan jelentős vagyonokhoz jutni. Köszöntjük a Debreciner 19. podcast adásának hallgatóit. A vendégünk Pálinkás József atomfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal volt elnöke, az első Orbán kormány oktatási minisztere, Debrecenváros díszpolgára, a 2020-ban alapított Újvilág Néppárt elnöke. Jó napot kívánok! A kérdezésben segítségemmel lesz Budai Péter, a Debreciner újságírója. Üdvözlök én is mindenkit! Én pedig Polgártó Tamás vagyok, a Debreciner újságírója. Üdvözöljük, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Örömmel jöttem. És az első kérdésünk hagyományainkhoz, na, hagyományainknak megfelelően, hogy mi foglalkoztatja Önt mostanában? Leginkább a Magyarország és mondhatnám talán a világ sorsa, hiszen sorsfordító időket élünk. Most volt a választás kormányalakítás, tehát az, hogy hogyan alakul a magyar emberek sorsa, jövője. Most bevallom, ezt foglalkoztat a legjobban, erről olvasok elő, írok a legtöbben. Mi látszik ebből egyébként? Tehát még csak most néhány napja ismertették az új kormánynak a névsorát, az új minisztériumoknak a, a, a nevét, még talán a felelősségi köröket sem látni át annyira, nem látszanak a felelősségi körök. Nyilván, aki ismeri az embereket, ismeri ezeket az elnevezéseket, jobban eligazodik abban, hogy mik a felelősségi körök, és mik a, mi a megosztás Magamat azok közé sorolom, akik mind az embereket ismerik, hiszen ismerek mindenkit elég jól a jelenlegi kormányból, és azt is tudom, hogy nagyjából mit akarnak ezek a feladatok, én úgy látom, hogy egy rossz szerkezetű kormányt hoztak létre, amely nem az ország előtt álló legfontosabb feladatokra koncentrál, hanem igazából léve ezek között a politikai szereplők között elosztja valahogy a feladatokat. Remélem, hogy lesz annyi tudásuk, hogy ennek ellenére azokat a Fontos feladatokat, amelyek hát most sokan úgy látnak, hogy nem megfelelő helyen, nem kellően kiemelten kezelik, képesek lesznek így kezelni, hiszen ez az ország érdeke, tehát aki azt várja, hogy az országban káosz, zűrzavar... Ennél rosszabb legyen én azokkal, soha nem tudtam egyetérteni, hiszen a cél az, hogy jobban éljünk, akkor is, hogyha nem értek egyet azzal a politikai irányjal, vagy legalábbis nagy részben nem értek egyet azzal a politikai irányjal. Másrészt nem értek egyet azzal sem, hogy innovációs és kulturális minisztériumnak neveznek valamit, amiben az én sejtésem, tudomásom szerint benne lesz a felsőoktatás is. Erről is fogunk majd beszélni még később részletesebben. Egy kérdésre térnék még ehhez vissza, hogy úgy tűnik első blikve végignézve a, a minisztériumokon, hogy ez egy gazdaságpolitikai és, és üzleti fókuszú kormányzat lesz majd. Ezt egyrészt ezt professzor úr mennyivel látja hasonlóan, másrészt pedig mi az, amiről a legjobban hiányzik a fókusz, hogyha a minisztériumokat látjuk? Hát a világos feladatmegosztás hiányzik, ugye lehet mondani, hogy gazdasági fókuszú, de ez a fókusz, ez nem fókusz, hanem gazdasági szétkentségű minisztériumok vannak, hiszen van egy gazdaságfejlesztésért felelős miniszter, van ugye egy beruházási, építési és beruházási miniszter, van egy pénzügyminiszter, van egy ipari miniszter, van egy mezőgazdasági miniszter, és van egy a uniós források elosztásáért, vagy a uniós források kezeléséért felelős miniszter, ez ugye hat miniszter. Most ahhoz hát nagyon pontosan meg kell határozni a feladatokat, és nagyon fegyelmezetnek lenni, hogy az adminiszterek ne kezdjen bele nyúlni egymás munkájába. És hát remélem, hogy Csák János, akit szintén jól ismerek, aki gazdasági szakember, MOL vezérigazgatója volt. Hát ha még ő is beleszól a gazdaság kérdéseiből, akkor már heten lesznek. Ezt én egy kicsit soknak érzem. Én azt gondolom, hogy az Orbán kormány, az első Orbán kormány, aminek én tagja voltam, annak ott a legjobb a szerkezete. Talán a közoktatást és a kultúrát kellett volna egy minisztériumban kezelni, hiszen a kultúra és a közoktatás áll, azt gondolom, egymáshoz legközelebb és a felsőoktatást és a tudományt egy külön minisztériumban egyébként annak a minisztériumnak volt, annak a kormánynak volt jó a szerkezete, mert abban világos volt, hogy a gazdaság, a gazdasági miniszter foglalkozik, a költségvetéssel a pénzügyminiszter foglalkozik, az oktatással a oktatási miniszter foglalkozik, tehát azt hiányolom ebből a kormányból, hogy két olyan terület, és ezt politikusok sokasága elmondja nyilván, Két olyan terület, amely meghatározó a jövő szempontjából ennek nincs önálló minisztériuma. Az oktatást pedig ketté vették, és a, sőt, a kultúrától elszakították a felsőoktatást is, és a közoktatást is, és a közoktatást és a felsőoktatást is elszakították egymástól. És annak, hogy egy minisztériumot hogyan neveznek, Normál körülmények között nincs jelentősége, mert nevezhetnék akárminek akármilyen is, adhatnának neki számot is. De Magyarországon ma különös jelentősége van annak, hogy egy minisztériumot oktatási minisztériumnak nevezzenek, hiszen az oktatás van a legesleges leges, legnagyobb bajban Magyarországon. 21-két tanárt vettek föl egy-egy szakra kémia, fizika, matematika szakra fognak végezni 5 év múlva a 15-en, és elhelyezkednek a pályán 10. A oktatásra most olyan fontos lenne valóban fókuszálni, mert ugyan miniszter is jól ismerem, és egy hatékony adminisztrátor, de most az nagyon-nagyon fontos lett volna, hogy az oktatás megkapja a figyelmet és ezen keresztül persze megkapja a finanszírozást is. Ezt nagyon nagy hibának tartom. Ha már szóba került akkor az oktatás akkor pont az előző podcast adásunkban Fábián is beszélgettünk, Többek között ugye elmondta az, hogy tanárképzésnél, kémia tanárképzésnek 25-en jelentkeztek. Fizika tanárképzésre mindösszesen 22-en. Mi lehet ennek az oka? Mi miatt alakult így ez a helyzet, hogy például a fizika ennyire kevésbé vonzó lett a hallgatók körében? A tanárképzés egyáltalán nem vonzó. A kémia és a fizika mindig is hátul a sorban, hiszen biológiából, magyarból, történelemből talán mindig több ben jelentkeztek tanárszakra. Ennek a fő oka az, hogy ezek nehéz szakmák, és a fizetések pedig olyan alacsonyak, hogy az emberek ennyi munkát nem. Fektetnek be azért, hogy ilyen alacsony fizetésért Akkor Amikor egy matematika-fizika tanárnak mondhatom azt is, hogy tudom, ha nem végeztem matematika-fizika szakon, de tanítottam hosszú-hosszú éveken keresztül matematika-fizika szakos tanárokat, tudom, hogy milyen kemény munka elvégezni ezt a szakot, és a megbecsültségük pedig nagyon-nagyon alacsony. Én annak idején fölvezettem azt is, nem mondom, hogy óriási tömegek jöttek és mondták, hogy mennyire jó, hogy azokon a szakokon, amelyeken ennyire alacsony a jelentkezés, azokon a szakokon jobban meg kell fizetni az embereket. Én alapvetően egy piacpárti felfogású ember vagyok. a piac törvényei szerint az lenne a logikus, hogy ahol kicsi a kínálatot, magasabbak az árak. De lehet versenyezni mondjuk nyugat-európai vagy amerikai fizetésekkel, ugye? Ez is, egy, ez is egy, fontos különbség a, a, humántudományok és a természettudományok között, hogy mondjuk egy magyar tanár viszonylag nehezen kap állást az Egyesült Államokban, a szakmájában legalábbis, míg egy fizikusnak mondjuk elég jó esélye van, hogyha ő jól végzi a szakmáját. a fizikusnak igen, fizika tanárnak is. Azt gondolom, hogy most már tanárok is elég szép számol tanítanak Angliában főként, hiszen az angol nyelv a mai legáltalánosabban beszélt nyelv a világon. Lehet, hogy kínai nyelvet többen beszélik, de az sokféle a kínai nyelv is, tehát maradjunk azért annál, hogy az angol a világnyelv. De a német is ott van az iskolákban, azt gondolom, hogy már Németországban is tanítanak magyar fizika, matematika tanárok. Nem lehet ezzel fölvenni a versenyt a fizetésben, de a fizetések mindig relatívok egy kicsit. Tehát, ha Magyarországon egy oktatónak mondjuk a német fizetések 70%-át fizetik, akkor, akkor, már nem fog elköltözni Németországban, mert itt élnek a szülei, itt él a családja, egyáltalán ez a hazája sokkal jobban eligazodik abban az országban, ahol él, meg talán jobban is szeret ott élni, talán szereti is a hazáját, de az kétségtelen, hogyha a fizetések között mondjuk egy ötös-tízes faktor van, akkor, akkor el fog menni, mert az emberek biztonságban akarnak élni, és jól akarnak élni. Ez egy természetes igény, azt gondolom. 2022. szeptemberében fog indulni egy új öt éves egyetemi képzés, amit z szoktak nevezni. Ez az Z-generációt megszólító szak lenne, és ez az egyetemi természettudomány környezettan szaknak lenne egy ilyen átfogó területem. Mit gondol erről az éjszakról, professzor úr? Megoldást jelenthet-e a tanárjány enyhítésére valamennyire? Mit gondol erről? Hosszú távon igen, de senki ne reménykedjen abban, hogy ez pár év alatt megoldást jelent, hiszen egy ilyen átállásnak az én felfogásom szerint olyan 15 év a időtartama, hiszen egyrészt ki kell dolgozni ennek a megfelelő um, tantervét az egyetemeken is. Én, én találtam rá tanítottam um, fizikaszakos tanárokat. Én már akkor se értettem egyet azzal, hogy a fizika mindennel is párosítható volt. A klasszikus szak az a matematika-fizika szak volt. Tanítottam biológia-fizikaszakosokat, német um, fizikaszakosokat. Ezeknél mindig az volt a probléma, hogy azok a matematikai ismeretek, amelyek a fizikához kellenek, azok nem voltak meg azoknál a diákoknál. De az kétségtelen, hogy a természet, a minket körüljövő természeti környezet az egy oszthatatlan, abban a fizika törvényei, a kémia törvényei, a biológia törvényei, azok nem különülnek el egymástól, és vannak országok, ahol Például az Egyesült Államokban, ahol Science címen tanítanak tárgyat, ami a világ egészével foglalkozik, amiben benne van, ami nálunk klasszikusan fizika, klasszikusan kémia, klasszikusan biológia. De az így képzett tanároknak a képzését eleve másképpen kell csinálni, és amíg az emberek hozzászoknak ahhoz, hogy ez másképpen van, illetve ott vannak azok a tanárok a iskolában, akik eredetileg mondjuk biológia tanár volt, elég nehezen fog fizikát tanítani. Tehát amíg ez a kettő párhuzamosan fut, ez egy hosszú átmeneti időszak, és ha most elkezdik, öt év múlva kijönnek az első, nevezük szájensznek ezt a tárgyat, jönnek az első olyan tanárok, akik a természettudományokat egységben tanítják, akkor még tíz év, amíg lesznek annyian, hogy az iskolák többségében ezt már hatékonyan lehet tanítani, mert az iskolák többségében nem fogják tudni hatékonyan tanítani. Többször Öt, utalok rá, hogy egyetemen tanítottam fizikát, de azért nem mernék nem azt mondani, hogy most már csak pár nap van az iskolából hátra, ha minden igaz, vagy nem sokára vég lesz, mindegy június közepén talán. Nem merném azt mondani, hogy szeptembertől bemernék menni biológiát tanítani, vagy ezt a science tárgyat tanítani. Tehát erre, a, erre megfelelően föl kell készülni, és időt kell adni neki, és valakinek eszébe ne jusson, hogyha ebbe az irányba elindul az ország, akkor x év múlva, 5 év múlva, vagy 6 év múlva azt mondja, hogy ez mégse jó, mert mert akkor még nagyobb zűrzavar lesz belőle, legalább olyan, vagy nagyobb, mint amikor a két ciklusú képzésre történő átállást halogattuk, 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 aztán egyszer csak most azonnal megcsináljuk, és hát belőle egy kellően nagy zűrzavar. Előfordulhat az a helyzet, hogy, hogy mondjuk jön egy olyan kormány, ami meggondolja magát, vagy, vagy legalábbis változtatni akar a korábbi reformon, és, és mégiscsak megszüntetni ezt az éjszakot, aztán azokat a tanárokat, akik ezt elvégezték, rá kényszerítenék arra, hogy válasszanak egy, egy, fizika, egy kémia vagy egy biológiai szakot, egyáltalán képesek lennének -e arra, hogy ezt a feladatot ellássák? Mérsékelten képesek lennének rá, hiszen um, um, gondol, én még nagyon jól is szemlékszem 1990-re. 1990-ben volt egy nagy átképzési hullám, hiszen a, a iskolákban kötelező volt az orosz nyelv 1989-ben is még, és akkor az orosz tanárokat átképezték német, vagy francia, vagy angol tanárokká. Anélkül, hogy utólag bántanék várkit azért az ő mondjuk azt, hogy nyelvtudásuk és tanítási képességük meglehetősen mérsékelt volt. Tehát ha valaki elvégzi majd ezt a z legyen ez akármilyen, nehéz a különböző tudományterületek között sorrendet felállítani. Azt gondolom, hogy biológia szakos tanárra viszonylag egyszerű képezni őket, kémia, fizika tanárra talán nehezebb, de remélem, hogy ez nem következik be, mert ez ismét csak a tanárokra olyan óriási súlyt helyez, ami ma is a közoktatás egyik legnagyobb problémája, de a legnagyobb problémája a bér. Ezt tisztázzuk. A második legnagyobb probléma az óraszámoknak az a beteges e, módon magas száma. Nem tudom megmondani pontosan, hogy 24 vagy 26 óra kötelező óra száma a középiskolában. Könyörgöm, aki tanított már iskolában, ez tudhatja, hogy valaki nem tud, ha 25 óra, akkor is 5 nap, a naponta 5 órája van valakinek, egy órát jól megtartani, az nagyjából egy színdarabban főszerepet játszani. Most gondoljunk már el, hogy valaki minden nap 5 órát a színpadon tölt, tehát ez, ez annyira rossz hatékonyságúvá teszi az oktatást, mert a tanár fáradt, motiválatlan, számtalan olyan dolgot el kellene végezni, ami egyszerűen már nem fér bele az idejébe, mert emellett a 25, 24, 25, 26 óra mellett, és akkor még jönnek a helyettesítések, mert egyre többször kell helyettesíteni. Ezen kellene alapvetően változtatni tanárnak Magyarországon, középiskolai tanárnak Magyarországon nem lenne szabad, hogy több legyen 14-16 órájánál. És hát úgy néz ki, hogy igazából ugye ez nem is biztos, hogy fog változni, mert ugye akik az éjszakot elvégzik, ők a általános iskola felső tagozatában fognak tudni majd tanítani elsősorban, de majd kiderül ugye az is, hogy ezért várható ez, hogy a fizika és a tanárképzésre is többen fognak eljelenkezni a későbbiekben. Térjünk át az egyetemeknek a kérdésére. Ön az elmúlt években számos alkalommal kritizálta az egyetemek alapítványok alá való helyezését. 2021. március 1 a Válasz Online-ban a következőket mondta. Rengeteg inkompetens pártembert tettek a kuratóriumokba, olyanokat, akik egyetemet akkor láttak utoljára, amikor átvették a diplomájukat. Ha átvették, Azóta élesben láthatta a kuratóriumok működésé, működését. Mik a benyomásai? Változott valami kapcsán a véleményem? Nem változott semmit a véleményem. Egyrészt fölöslegesnek tartom ezeket a kuratóriumokat. Mit csinálnak? Látja valaki, hogy mi, mi, mit tesznek? mi Miért bemennek? Valahova leülnek? Tanácskoznak? Hogy mi az ördögöt csinálnak? Az egyetemeket hagyományosan a szenátusok vezetik. Az egyetemi Döntéseket hagyományosan a szenátusok hozzák meg. Azt, hogy egy egyetem gazdasági döntéseihez ö, ö, létrehoznak egy bordot. Ilyen van másodt is. Tehát, ö, ez nagyjából olyan, mint egy részvénytársaság igazgató tanácsa. Ennek olyan nagy akadályát én nem láttam volna, hogy egy bordot létrehoznak a gazdasági döntések. Ö, Elősegítéséhez, mert kétségtelen, hogy egy egyetem nem föltétlenül olyan, mint egy gazdasági társaság. Noha egy Debrecen méretű egyetemen azért csak van három olyan menedzser, aki képes egy egyetemet gazdaságilag is vezetni. Egyébként volt gazdasági főigazgató vagy igazgató korábban is az egyetemen, kancellár is van az egyetemen. Most szerintem az egyetemen nagyjából vezetési zűrzabar van. A, van, ahol a rektor tagja ennek a kuratóriumnak, azaz az önmaga főnöke, ez is egy furcsa helyzet. Van, ahol nem tagja a rektor a kuratóriumnak, van, ahol a kuratóriumnak olyan aktív politikusok, sőt miniszterek a tagjai, akik nyilván nem fognak elmenni az ilyen kuratóriumülésekre, amikor a szomszédban éppen zajlik egy háború. A többiekről sem tudom, hogy mit csinálnak. Ez igazából véve egy, egy rossz gondolat volt, amit nagyon gyorsan megvalósítottak, adtak embereknek pozíciókat és hát viszonylag jó fizetéseket, ezek az emberek pedig ezt örömmel elvállalták. Én nem látom, hogy a kuratórium bármit csinálna az egyetemen. Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban hogy működnek ezek a bordok átláthatóság szempontjából? Ott mennyivel látni a működésüket? Ott látni a működésüket, hiszen az egyetem költségvetésének az elfogadás, az egyetem stratégiai terveinek a elfogadása az a, a Board of Trusteeshez hez tartozik, ott ugye azért nevezik Board of Trustees-nek, mert az állam megbízza őket azzal, hogy nem akar fönt tartani olyan oktatási apparátust a kormányzat, amely a Magyarországon korábban divat volt, hogy a oktatási minisztérium felügyelte az egyetemeket, döntött arról, hogy ki milyen költségvetési forrásokat kap, a Board of Trustees-nak ott az a feladata, hogy a Vice Chancellor által, ez is érdekes, hogy miért nevezik Vice Chancellor-nak, a Chancellor az általában egy, aki reprezentálja az egyetemet, egy reprezentatív figura, és Vice Chancellor-nak nevezik, aki ténylegesen vezeti az egyetemet és teljes felelősséggel vezeti. És hát elő, ők előterjesztik a egyetem üzleti tervét, hiszen ott az egyetemnek van üzleti terve. Ne felejtsük el, hogy a magánegyetemeknél a költségvetést azt vagy egy alapítvány, vagy a tandíj biztosítja nagyobb részt, illetve tandíj is és az alapítvány és az Endowment Fundnak hívják az amerikai slangben, vagy az amerikai ö, angolban azt az alapítványt, amely egy tényleges befektetett pénzösszeggel rendelkezik. Gondolom nem árulok egy titkot, és nem beszélek butaságot, se talán, ha elmondom azt, hogy a University of Cambridge-nek óriási tulajdona van nagy üzletláncokban, Magyarországon is jelenlévő nagy üzletláncban, vagy éppen a Southampton-i kikötőben, vagy éppen a talán a királyi család után a legnagyobb föltulajdonos Angliában. Tehát van olyan vagyona, működő vagyona, amelynek a hozamából finanszírozza az egyetemet, illetve van tandíj, amiből finanszírozzák az egyetemet. Tehát ez egy teljesen más struktúra. Magyarországon létrehoztak egyet, annak az egynek a létrehozása, ez a Corvinus amiben... volt. Igen, annak a létrehozása is sajátos, hogy miért adják oda az állam tulajdonában lévő mol részvényeket néhány embernek, ez nem szokás, vagy ha szokás, rossz szokás. De az, hogy úgy hoznak létre alapítványi egyetemeket, hogy az alapítványi egyetemnek nincs vagyona, ez pedig nonzánsz. Május 4-én az elmúlt évekhez hasonlóan az MTA ismét kiváló kutatóhely minősítést adott az ön volt munkahelyének, az Atomkinek. Ugye ez a Debreceni Atomma Kutató Intézet. A város kommunikációjában szinte hetente találni egy, egy, olyan gesztust, hogy valaminek a fővárosának nevezik Debrecent, de azzal nem igazán találkozni, hogy a, a város kiemelkedő fizikatudományi eredményeivel dicsekedjenek. Úgyhogy egyrészt, két oldalú lenne a kérdésem, egyrészt ön miben látja az atomki sikerességét, másrészt pedig miért van az, hogy ezekre a helyi politika eléggé visszafogottan rezonál, és hogy ez rossz -e egyáltalán, vagy éppen üdvözlendő, hogy a tudományos eredményekkel nem foglalkozik a, a politika, és nem hivatkozik rájuk? Valóban legalább két kérdés, de én ha tegyek föl magamnak egy, Ugye, egy nulladikat ezzel kapcsolatban. Nagy hát, hát, hype -ja volt ennek a Magyar Tudományos Akadémia kiváló kutatóhelye címnek. 105 pályázatot nyújtottak be, ebből 95-en elnyerték. Nem Az hiszem, egy elég magas arány. Nem hiszem, hogy Magyarországon ennyi kiváló kutatóhely van. Tehát én kritikus vagyok ezzel. Debrecenben egyébként nem csak az atom ki nyerte el, hanem a Debreceni Egyetem, amelynek a rektora, hogyha emlékezetem nem csal, kifejezetten megtiltotta azt, hogy az egyetemi tanári kinevezéseknél figyelembe vegyék a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. Most viszont úgy hallottam, hogy óriási ováció volt, hogy a Debreceni Egyetem nyerte el a legtöbb kiváló kutatóhely címet. Azt kérdezem meg halkan, hogy hány uh, European Research uh, Council fundot nyert el a uh, Lebreceni Egyetem, tudomásom szerint egyet se, vagy korábban egyet. Tehát um, óvatos lennék én ezzel a kiváló um, minősítéssel. Vannak a világban olyan intézmények, amelyet úgy hívnak, hogy Center of Excellence például, ilyen található élen is, vagy az mit is, de megint csak lemásoltunk valamit, amit mivel nem merünk különbséget tenni a különböző intézmények között, mert gyávák az emberek azt mondani, hogy ez ötös, ez négyes, ez hármas, ez közepes, ez kettes, ez pedig megbukott. Ezért az intézmények most megkapták ezt a címet. Az Atoma Kutatóintézet az akadémiához tartozott, természetesen, mint kutatóhely, ha a kutatóhelyi teljesítményt nézzük, akkor, akkor jó a teljesítménye. Tehát a debreceni kutatóhelyek között azt gondolom, hogy előkelő helyen áll, a, mármint akik megkapták ezt a címet, azok között is előkelő helyen áll, hiszen ez egy kutatóintézet, amit arra hoztak létre, hogy világszínvonalú kutatásokat folytasson. Az intézetnek egyébként a jövője az érdekes, és most folynak róla a tárgyalások, hogy milyen irányt vegyenek ezek a Magyar Tudományos Akadémiától elkerült intézmények. Még Van esélye, még... hogy a Debreceni Egyetemhez fog kerülni az atomki? Szerintem nincs jelentősége, mert az Atomok Kutató Intézetben folyó kutatásokban mit fog mondani egy bölcsészrektor, hogy nem úgy kell a gyorsítót beállítani a atommagok ütköztetéséhez, vagy mi az ördöget fog ezzel csinálni az egyetem, hogyha hozzá kerül. Legfeljebb elszámolja a publikációit a saját publikációgiként, és akkor azt mondja, hogy majd a rangsorban nem a 947 edik hanem a 946-dik lesz. Azt, azt muszáj szólnom, hogy akkor ezek szerint professzor úr a rektorváltást vizionál a, a közeljövőben, mert a mostani rektor az nem bölcsész. <laughs> nem tudom. Nem tudom egyébként, meddig tart a megbízatása a rektornak, de azt hiszem... Most indult újra. Most indult újra. Hát akkor mi a a rektor, de hát a Mádi szőlőben a Héjában lévő Flavinokban megtalálhat a koronavírus gyógyszere típusú kijelentésekből is azt ítélem meg, hogy a atommagfizikához kevés hozzáértése van a rektor úrnak. De jelentősége annak, hogy az Atomok Kutató Intézet költségvetésileg az egyetemhez tartozik, vagy a Ötös Lóránt kutató hálózathoz tartozik, ennek igazából nincs. Szerintem az ötös lórán kutatóhálózathoz kell tartoznia, mert ott hasonló intézményeket mérnek, hasonló intézmények összehasonló intézményekkel, és a finanszírozás is hasonló elvek szerint történik. Ha most ezt beteszik az egyetem keretei közé, akkor mivel hasonlítják össze? Egy tanszékkel, egy karral? egy intézettel, tehát ez önmagában különösebb értelmét nem látom annak, hogy az Adama Kutató Intézet része legyen a Debreceni Egyetemnek. Eddig is része volt, már akkor nagyon jó és nagyon szoros volt az együttműködés, amikor az intézetet én igazgattam, amikor 91 és 97 között azóta gyakorlatilag a doktori iskola a Atomma Kutató Intézeten alapul, egy átszervezés az pedig mindig csak zűrzavart okoz. Láttuk, hogy ezt a nagyon egyszerű átszervezést, ami az intézményeknek az atom, a akadémiától történő leválasztását jelentette, ez is eltartott két évig. Nem tudom, mi az ördögöt szerencsétlenkedtek vele két évig, hiszen az intézmények gyakorlatilag ugyanazok maradtak, a titkárságnak az, azok a dolgozói, akik ezzel foglalkoztak, azok átkerültek ehhez az új intézményhez. vagyunk hozzá még egy pillanat, vissza egy pillanatra a kérdés másik feléhez. Tehát, hogy miért van az, lát e valami különösebb okot arra, hogy a, a, a helyi politika nem igazán foglalkozik ezekkel a tudományos eredményekkel, és hogy rossz -e ez egyáltalán, vagy, vagy jó, hogy. Hogy kevésbé artikulálják az álláspontjukat tudományos ügyekben? Hát az jó, hogy az álláspontjukat nem artikulálják, mert nem értenek hozzá. Az nem jó, hogy a Debrecen nem büszkék arra, hogy itt 1954 óta mégiscsak működik egy, egy sikeres kutatóintézet, amelyet a világ minden részén ismernek, Ausztráliától, Izlandon át, Japánig, és csak úgy hirtelen felsoroltam, ami az én fejemben ott van, Argentinától kezdve Dél-Afrikai köztársaságig mindenkivel volt közös projektünk, közös programunk. Az, hogy erről nem esik több szó, és nem mutatják be jobban az itteni eredményeket, az olyan szempontból nagyon rossz, hogy a, közvélemény nem értesül ezekről az eredményekről, és ha a közvélemény lassan nem is tudja azt, hogy létezik atommal kutató intézet, amikor visszaemlékszem arra, Belényi Dénes, majd én voltam az atommal kutató intézet igazgatója, azért a debreceni közéletben sokkal hatékonyabban, sokkal Jobban láthatóan megjelent az intézet munkája is, megjelentek az intézmény munkatársa is. Továbbra is Pálinkás József fizikussal, az új világnéppárt elnökével beszélgetünk Budai Péter a Debreciner újságírójának társaságában. Podcastunkat a Debreciner stábja készíti. Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, kérjük fizessenek elő online újságunkra a debreciner.hu címen. Az elmúlt években több alkalommal és most a, a beszélgetés során is szóba hozta a, az akadémiai kutatóintézetek elvételének az ügyét. 2019-ben állították fel az ötvös Lórend kutatási hálózatot, és manapság nem igazán lehet kritikus megszólalásokat hallani a nyilvánosságban ennek a hálózatnak a működésével kapcsolatban. Mi az oka ennek ön szerint? nincs itt semmi látnivaló, vagy egyszerűen csak más témák, a koronavírus, a háború, az országgyűlési választások ennyire elvették a közvélemény fókuszát erről a témáról? Részben a elvételnek a botrányos volta volt az, ami igazából véve a közvéleményben megjelent, mert az Igaz, hogy egy ilyen kutatóhálózatot, mint az Akadémia kutatóhálózata volt, más országokban az Akadémiától függetlenül működtetnek. Hát ezzel nem lett volna különösebben nagy baj, hogyha ezt az Akadémiától egy kicsit még függetlenebbé teszik. Az, ahogyan ez történt, az botrányos volt, hiszen gyakorlatilag senkivel semmiről nem konzultáltak, benyújtották a költségvetési törvényjavaslatot, és az akadémia elnöke is onnan értesült arról, hogy az akadémia kutatóhálózata nem tartozik majd ezután az akadémiához. Na most ez kellően nagy felháborodást váltott ki, és félelmet is, hogy mi lesz. Tehát megszüntetik, akarnak valamit azokkal az intézményekkel, amelyek közelebb állnak a politikához, a közélethez, a társadalomtudományok vagy mi a célja ennek az egésznek, ez nem értették az emberek. Azóta ö, részben, hát ahogy a politika szokta csinálni, hogyha valamit elront, akkor oda tesz egy kis pénzt. Tehát jelentős béremelés történt ezekben az intézményekben, és az intézmények igazából véve működnek, viszi őket az a lendület, ami, ami 20-30 éve ö, működik egy intézmény, akkor az tud működni anélkül, hogy valaki kívülről naponta kopogtatna az ajtón. Tehát, Tehát ez alapvetően azért, mert az ott dolgozó emberek, hogy eddig is, most is tudják a dolgokat. Persze, az igazgatók nagy része is az maradt, néhány helyen cseréltek, és néhány helyen belenyúltak, ahol valakinek volt valami lobby érdekel, szeretett volna megszerezni egy, intézetet, vagy egy félintézetet a maga számára, mondjuk a saját egyeteme számára, vagy egy másik kutatóintézethez csatolni, de ez igazából vében nem befolyásolta az intézmények munkáját, ezért ma ezek az intézmények működnek továbbra is, és a kapcsolata is megmaradt az akadémiával. Van egy súlyos probléma, amit naponta természetesen nem jelentkezik, de ezek az intézmények, az intézményeknek a épületei, ingatlanai, sőt, hát az intézményeknek a műszerállománya is, az az akadémia tulajdona. És az akadémiától úgy vették el a tulajdont, nem államosították, hanem azt mondták az akadémiának, hogy ingyen és bérmentve oda kell adnia ezeket az épületeket a, ennek a kutatóhálózatnak és ez használja ezeket ingyen és bérmentve. Ugyanakkor ugye a tulajdonviszonyok nem rendezettek pillanatnyilag, nem világos, hogy kinek kell felújítani valamit, hogyha felújításra szorul, nem világos, hogyha leesik a cserép és betöri valaki autójának a szélvédőjét, akkor most kinek a felelőssége az akadémiájé, aki a tulajdon vagy a kutatóállózati, aki... Üzemelteti ezt. Tehát az Akadémián vannak olyan törekvések, hogy az a kutatóhálózat visszakerüljön. Az Akadémia elnöke tett is erre vonatkozó utalást, majd a Ötös Lorán kutatóhálózat elnöke tett egy nagyon erős nyilatkozatot, hogy erről szó sincs. Ez megint azért bosszantó, mert az emberekben bizonytalanságot kell, Tehát az ilyen intézményeknek, azoknak, Hosszú-hosszú időre stabilan kell működni. Megint csak olyat mondok, amiről nincs um, olyan tudásom, hogy valahol ezt ellenőriztem volna, de szerintem a Cambridge-i egyetemen, vagy a University of Cambridge-en ilyen átalakítást nem nagyon hajtottak végre az utóbbi néhány száz évben. Tehát a Trinity College az úgy működik most is, mint a század elején működött. Nyilván más körülmények között... Az angolszáz kultúrára, az és... angolszáz sem jellemző önmagában ez a radikális változás. Igen, de a Trinity College udvarán a fű legalábbis az azt mutatja, hogy azt 300 éve nyírják és locsolják. Térjünk át, egy picit a politikai oldalra uh, még jobban. A politikai pályája a rendszerváltás utáni években uh, kezdődött uh, professzorulnak, és, uh, uh, és azóta is tart, hogy ez különböző intenzitással uh, tart. Miért gondolta azt, miért tartotta fontosnak, hogy uh, akadémikusként uh, politikai szerepet uh, vállaljon? Ön szerint uh, mennyire, milyen felelőssége van az értelmiségnek abban, hogy a politikában nagyobb szerep, szerepet vállaljon? Hogyan látja ezt? Nagyon nagy felelőssége van, és nagyon sajnálom, hogy nem vállal nagyobb szerepet, hiszen a politika egy ország sorsánakról való gondolkodás, erről való döntés, valljuk be értelmességi munka, tehát ez nem ilyen hatalmi szóval, fölkelek reggel, gondoltam valamit, és akkor kipróbálom az országon módon, kell egy országot irányítani, tehát én hiányolom, erősen hiányolom azt, hogy nincs több kipróbált, gyakorlattal rendelkező szakember a kormányban, állami adminisztrációban. Én úgy kerültem bele a politikába, hogy 1989-ig nekem semmi közöm nem volt a politikához. Nagyon messze voltam tőle. Részben külföldön voltam Amerikában, de is uh, Svédországban. 89-ben azt láttam, hogy itt változás van, ami olyan irányú változás, amit én mindig is szerettem volna, egy uh, plurális demokrácia irányába történő elmozdulás, és én 89-ben Svédországban voltam, még hazajöttem, beléptem az MDF-be, 90-ben aktívan részt vettem itt a MDF munkájában. Döntenem kellett 90-ben, hogy politikai pályára adom el a fejem, vagy maradok a fizikusi foglalkozásnál. És akkor én úgy, úgy döntöttem, hogy nekem nincs elég hátterem ahhoz. 1990-ben ugyan már a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet megszereztem, hiszen azt én elég fiatalon, 37 éves voltam, amikor elnyertem, hogy megszereztem ezt a címet, de mégis nem voltam egyetemi tanár. Három gyerekkel úgy gondoltam, hogy nem szállok be a politikámban, mert nagyobb a felelősségem a családom és magam, de mondjuk így inkább a családom iránt. Hol van ez a pont, amikor ez a felelősség eltolódik a, a közféra irányába? Akkor, amikor az ember ö, anyagilag abba a helyzetbe kerül, hogy ö, ha a politikában azt kell mondania, hogy ezt nem, mert nem értek vele egyet, akkor azt mondják, jó, köszönjük szépen, akkor visszamegy. Ez... Ö, 1998-ban már megvolt, ugye engem 95-ben választottak az akadémia tagjává, 95-ben neveztek ki egyetemi tanárát, tanszékvezetővé a Kossuth Lajos Egyetemen. és 98-ban jött a kérés arra, hogy vállaljam el a parlamenti államtitkári pozíciót az Oktatási Minisztériumban, és akkor én úgy gondoltam, és azt gondolom, hogy jól gondoltam, hogy vannak ezek a 31-2 éves, 34-35 éves fiatal fiúk és lányok, és én talán a, ezen a területen, a felsőoktatás tudomány területén tudok annyit hozzátenni ahhoz szakpolitikához, amit én nem láttam, hogy ott meg lett volna ez a szakpolitikai tudás. A közoktatással Pokorni Zoltán volt a miniszter, Zoltán főleg a közoktatással foglalkozott, és ahhoz értett, és igazából véve jól ki is egészítettük egymást, tehát a mi kapcsolatunk jó volt végig, most is jó, bár nem tudom, sok éve nem beszéltem Zoltánnal. És akkor én parlamenti államtitkárként természetesen sem politikussá váltam, szokták mondani, hogy most akkor ő nem politikus, ő civil, nem egy parlamenti államtitkár, politikus definíció szerint. És hát 2002-ben, amikor elvesztette a Fidesz a választást, akkor én visszajöttem a Debrecen Egyetemre, folytattam a egyetemi oktatói munkámat, tehát nekem ez nem jelentett semmiféle mondjuk azt, hogy egzisztenciális veszélyt, nehézséget, tehát lehet, hogy pár forinttal több volt a fizetése, mod, de nem olyan volt, hogy van valaki valahol nagyon magasan, és aztán belehull a semmibe. Ez, ez, azért egy nagyon izgalmas kérdés, és egy nagyon fontos kérdés szerintem, mert hogy ha a jelenlegi értelmiséget, de az akkori értelmiséget is nézhetjük, egészen biztos, hogy egy ilyen stabil egzisztenciát van, aki az élete végéig sem tud kiépíteni, de, de minimum egy, egy pár évtizedes szakmai munka kell ahhoz, hogy valaki egy ennyire stabil egzisztenciát tudjon kiépíteni, akár mondjuk természettudósként, vagy bölcsészként, meg aztán főleg, hogy aztán probléma nélkül zöggenőmentesen vissza tudjon térni a, a civil életbe, mondjuk egy esetleges politikai kudarcot követően. Tehát akkor ezek szerint ön úgy látja, hogy csak az értelmiség egy töredékétől elvárható az, hogy a saját egzisztenciális szempontjait felülírja a, közélet iránti és a közszolgálat iránti felelősségérzete. Igen, ez összességében ezzel én egyetértek de nem is kell az értelmiség egészének ezt fölvállalni. Azt, ami, hogy ez hány százaléka az értelmiségnek, azt, azt nem tudom megmondani. Elegendő százaléka fölvállalhatná egyébként ahhoz, hogy a politika sokkal professzionálisabb és sokkal morálisabb legyen. De egy, dolgot, egy dolog megragadott a kérdésében. Az, hogy viszonylag későn érik el ezt, a, ezt, az állapotot. No, ez a nagyon nagy baj. Én akadémiai elnökként nagyon erősen törekedtem arra, hogy a 30 és az 50 közötti korosztályt hozzásegítsem ahhoz, hogy ők önálló kutatásokat indítsanak, önálló egzisztenciát teremtessenek. Tehát elindult ez a lendület programnak nevezett program, itt még most is, most is folyik, azért ehhez hozzá kell tenni, hogy 2009-ben egy ilyen programban, a programot öt évre elnyert kutató fizetése kettőszöröse volt az akkori egyetemi tanári fizetéseknek. Tehát 2009-ben egy millió forintot fizettünk annak, aki elnyert egy ilyen kutatócsoport. Igaz, hogy 70 pályázóból 10 nyerte el, tehát nem az ott, hogy aki benyújtott a pályázatot, az megkapta. És nagyon nagy társadalmi problémának érzem azt, hogy a emberek nagyon későn jutnak el egy biztos egzisztenciáig. Tehát nincs meg az a, hadd nevezem én, polgári rétegnek, akinek az egzisztenciája a biztos eléggé ahhoz, hogy oda visszatérhet a politikából, és nem úgy éli meg. Láttam ilyet egyébként 2002-ben, hogy felnőtt ember hisztérikusan sírt, hogy nem lett országgyűlési képviselő, mert akkor most elkezdett remegni, hogy akkor vissza kell mennie annak a jövedelemnek a töredékéért tanítani. Most, hogyha a középiskolai tanárnak se kellene attól tartania, hogy lesz vele, hogyha a politikából kiesve visszamegy tanítani, egyetemi tanárnak nem kellene ettől tartani, akkor, akkor sokkal intellektuálisabb, sokkal magasabb szakmai színvonalú lenne a politika, és azt gondolom, hogy erkölcsileg is sokkal magasabb szintű lehetne a politika, hiszen a politika nem elsősorban arról szólna, hogy hogyan lehet legálisan, sőt illegálisan jelentős vagyonokhoz jutni. Hogyan látja a úr a, a saját szerepét a hazai politika történetben? Úgy is föltetném a kérdést, hogy, hogy mit tett hozzá Pálinkás József a politikus egy, egy polgári Magyarország, egy polgári társadalom megteremtéséhez. Ez az jó nehéz kérdés. A miniszterként, illetve a minisztériumban a legfontosabb dolognak azt tartom, hogy a egyetemi struktúrát megpróbáltuk átalakítani, akkor jöttek létre a nagy egyetemek, a Debreceni Egyetem is akkor jött létre, és hozzá kezdtünk ahhoz, hogy a pedagógusoknál legyen egy jelentős emelés. Ez a pedagógus életpálya modell, ezt bevallom, tőlem származik ez a kifejezés. Egy interjúban mondtam el először, és azt gondoltam akkor, hogy 5-6 év alatt fokozatosan megvalósítható. Ez benne van azokban az iratokban, ami én 2002-ben nem vereségre készültünk természetesen a választásokon, és akkor volt kidolgozott tervünk arra vonatkozóan, hogy hogyan visszük tovább a oktatást. E, azt gondolom, hogy e, a későbbiekben nekem olyan ilyen nagyon jelentős politikai szerepem nem volt a Fidesznek a polgári pártá, néppártá alakításában azt gondolom, hogy volt, hiszen nagyon sok értelmiségi belépett akkor a Fideszbe az én hívásomra, és hát az én közéleti tevékenységemnek azért a legjelentősebb része az a 2008 és 2014 közötti akadémiai elnökség volt, amikor jelentősen átalakítottuk a kutatóhálózatot, megbújítottuk az infrastruktúráját, elindítottunk egy fejlesztést, aminek az volt a lényege, hogy két intézmény új helyen, helyen helyezzük el, és a régi helyük őket értékesítve az intézet hálózat egészét felújítjuk, és aztán 2014-ben én elvállaltam egy feladatot, ami nem politikai feladat volt, hiszen az egy kormányhivatal volt. Abban a kormányhivatalban a európai országokban meglévő mintára egy Research Council-t akartam, vagy hoztam létre, ahol a kutatási pályázatokat szakmai alapon bírálják el, és az úgynevezett innovációs pályázatokat is szakmai alapon bírálják el. Hát ezen utóbbival sok konfliktusom volt. Arra büszke vagyok, hogy egyetlen esetben sem engedtem politikai nyomásnak. 2022-ben ugye az idejében választások voltak, amit a Fidesz ismét kétharmaddal nyert meg. Hogy gondolja, hogyan látja, milyen tényezők okozták ezt a fölényes Fidesz győzelmet, és mi okozta az ellenzék látványos összeomlását? Hát ez sokat elemzik. A Fidesznek sokkal jobb, jobb volt a fókusz arra vonatkozó, hogy az embereket mi érdekli. Én a saját kis pártomban sem tudtam keresztül vinni teljes mértékben azt, hogy két dolgot mondjunk biztonság, és megélhetés. A Fidesz ezt jól eltalálta. A ellenzék pedig, hát a napokban megjelenő cikket nem akarok reklámozni. Túlságokat elég világosan leírták. Nyugodtan el lehet mondani, egyébként ez a Direkt 36 uh, cikke. 36, jól 36 cikke is világosan leírja, amit én két éven keresztül, vagy Másfél éven keresztül megéltem, átéltem, hogy a jelenlegi pártok, azok egzisztencialista pártok arra törekednek, hogy a pártok főemberei azok politikai pozícióhoz jussanak. Országgyűlési képviselők legyenek, vagy önkormányzati képviselők legyenek, vagy az országgyűlési képviselők stábjába bejussanak. És ezen túl nem igazán látom, hogy lenne víziójuk. Azt is sok elemző leírja, és én is úgy látom, hogy az úgy nem működött, hogy van egy baloldali összefogás, amibe beleáll egy korábban nem is, hogy baloldali, hanem egyenesen szélső jobboldali jobbik, az gyakorlatilag a legszorosabb szövetséget köti ezzel a baloldali összefogással majd keresnek, vagy találnak, vagy úgy alakul a helyzet, hogy lesz egy miniszterelnök jelölt, akinek súlyos fenntartásai vannak ezzel az egész politikai összefogással, ráadásul ezt a súlyos fenntartásait nap mint nap hangoztatja. A háború biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az emberek azt mondták, hogy inkább a biztosat választják, szemben a bizonytalonnal. azt gondolom, hogy a elkövetkezendő időben nagyon nehéz gazdasági körülmények között kell kormányozni, hogy ez mennyire fogja kikezdeni a jelenlegi kormányzó erőnek a politikai szavahihetőségét, ezt nagyon nehéz megmondani. Az, hogyha nem lett volna két a jelenlegi politikai erőnek, az sokat segített volna mert a kompromisszum kényszer az gyakran, azt kell mondjam, talán mindig segít abban, hogy megtaláljuk a jobb megoldást, mert ha van valaki, aki azt mondja, hogy ez így van, és aztán senki nem szólhat hozzá, hogy hát nem pontosan így van, akkor, akkor sokkal könnyebben születnek rossz döntések. Az új világ népát legutoljára, vagy a legutolsó honlapja szerint a legutolsó sajtó közleménye 2021. szeptemberébe volt. Facebook bejegyzése is 2021 végén volt. Ha, volt, a... volt 2022-ben is. Tehát. Volt? Persze. Jó. Mi, mi nem találtunk. Lehet, hogy a, apát Facebook oldalán nincs, az, enyém, hmm. az én Facebook oldalomon van azért néhány. Rendben. Úgy a választások után hogyan látja az új világ a, a, szerepét? lesz a közgyűlés a közeljövőben, erről olvashattunk. Hogyan látja egyébként, hogy az a ellenzéki kampányban mennyire tudott közreműködni az új világnépát. Mi ugye félig voltunk benne ebben az ellenzéki együttműködésben. Az új megosztott volt ebben a... Kérdésben. Félig és fél szívvel? Félig és félszívvel, igen. Az Újvilág megosztott volt ebben a kérdésben. Nagyjából 60 vagy 55-45 arányban, de elfogadták azt, hogy volt egy szavazás, ami arról szólt, hogy részt veszünk. Egy elég furcsa és utólag éppen a e, direkt 36 cikkét olvassa is vissza látom, hogy hol történtek azok az átverések, amiket a mi irányunkban is megtettek. Akkor mi azt mondtuk, hogy ha tudunk öt képviselőt bejuttatni az előválasztáson, akkor részt veszünk ebben az előválasztásban, ami egy baloldali előválasztás volt, tehát nagyon nagy hendikeppel indultunk ebben. Ebben nem tudtunk bejutatni annyi képviselőt, hogy a hogy utána a választáson részt vegyünk, ezért nem is vettünk részt a választáson, egyszer a szavunkat adtuk, hogy akkor nem veszünk részt, akkor nem vettünk részt. Néhány tagunk kilépett egyébként, és részt vett a, a valamelyik más pártnak a színeiben. Egészen pontosan a, mi is volt ennek a Gatyán pártnak a neve. Megoldás. Megoldásmozgalom, igen. A Megoldás Momó, a, vagy Memo Párban el is indult két olyan tagunk, aki a, minden áron azt hangsúlyozta, hogy külön kell elindulni. Én nem láttam arra a lehetőséget, hogy mi külön elinduljunk. Az, hogy hogyan tovább, az jó kérdés. Ma szerda van, holnap délután hatkor lesz a közgyűlés, és hát ezen a közgyűlésen eldől. Nagyon sokféle opció nincs. Az egyik opció az, hogy folytatjuk a munkánkat, a másik opció Fölmerült az, és nem van sajtóban, több helyen lehetett olvasni, van egy új kezdet nevű párt, amit Émesi György hozott létre annak idején, azzal a párttal egy fúzió, de ebben semmilyen tárgyalás nem zajlott eddig, tehát nem e, tud a közgyűlés ebben igazán e, erős e, felhatalmazást adni. A következő lehetőség pedig az, hogy e, a pártnak azok a tagjai, akik a későbbiekben nem akarnak részt venni a politikában akármilyen ok miatt, ők minimálisra csökkentik a politikai részvételüket. Én magam is inkább ebbe a csoportba tartozom, hogyha megérem, akkor 2022. szeptemberében 70 éves leszek, én nem hiszem, hogy nagyon szeretném megismételni, akár csak az idős amerikai elnökök, még kevésbé az idős tőlünk keletre lévő politikusoknak a performanszát abban az értelemben, hogy az ember 74-78 éves korában nem a politikai élvonalában kíván tevékenykedni. Azt a segítséget, amit egy őszintet, tisztességes hozzáértő, morálisan is uh, a jelenleg mindkét oldalnál uh, azt kell mondjam, hogy tisztességesebb és erkölcsösebb politikának meg kell adni, azt a későbbiekben is uh, meg fogom adni, hogyha módon lesz rá. Hogyha már fúzió, lehet-e közös jövője az új kezdetnek, az új világnéppárnak és már Péter uh, most alapítandó pártjának? Én ezt nem zárom ki, de én nem fogok részt venni egy olyan pártban, amelyet, amelyet így hoznak létre. Keveste esetleg a választás követően Márki Zajpétert azzal kapcsolatban, hogy, hogy új párt alakítása helyett inkább ebben a közös projektben vegyen részt? Um, nehéz kérdést, tehát én többször beszéltem Márki Péterrel a elmúlt másfél évben, nekem nem tűnt meggyőzhető embernek, következésképp én nem kerestem ezzel. Egyszer beszéltünk a választás után Márki Zaj Péterrel, akkor érintőlegesen volt erről szó, én elmondtam neki, mint korábban is, hogy én nem, tehát nem nekem van pártom, hanem van egy pártom, amelynek van vezetése, van közgyűlése, annak kell ilyen kérdésekben döntenie. Pillanatnyilag ez a kérdés már csak azért sem merül föl, mert úgy hallom, hogy tolódik most ez. Volt, hogy május vége, aztán majd most már szeptember, október, nem tudom mikor lesz. Nekünk pedig el kell dönteni, hogy, hogy hogyan haladunk tovább. Az ellenzéknek milyen szerepe lesz a 2026-ig? Hogyan látja azt, hogy milyen szerepre kellene berendezkednie? Mi vezethet az ellenzék sikeréhez? A következő években, ha lehet így fogalmazni, mi lenne a jó stratégia? Van-e reális esélye annak, hogy az ellenzék 2026-ban nyerni tudjon? És ha igen, akkor az milyen stratégiának kellene, hogy legyen? Hát én nagy pénzben nem fogadnék az ellenzék 2026-os győzelmére. Most ez a választás, ez olyan szempontból azért nagyon brutális győzelem volt, hogy volt a korábban az a tehát legenda, hogyha mindenki összefog mindenkivel, akkor nyernek. Most kell azért kitalálni egy új elképzelést. Azt se tudom, hogy hogyan alakul majd a most ellenzéki, parlamentben lévő ellenzéki pártok sorsa, hiszen látjuk, hogy a Momentumból már lépett hatáziákos Ákos, mert egy kilépett, mindannyian, hogy mi volt ez a balhé. A LMP az én meglátásom szerint nem létezik, a PM nem létezik, az MSP gyakorlatilag nem létezik, tehát a parlamentben lévő úgynevezett hat pártból kettő létezik, a DK és a Momentum, és egy pedig a létezés határán van ez a jobbik. Tehát, hogy hogyan alakul ez át, ezt sem lehet tudni. Én alapvetően, ha, ha, nagyon muszáj besorolni, kategorizálni, akkor én egy konzervatív nézetű ember vagyok. Én azt gondolom, hogy a parlamenti képviselőknek a parlamentben, és hát persze a parlamenten kívül az emberekkel tárgyalva, beszélgetve, de a parlamentben kell elvégezni a munkát. Tehát én azzal, hogy csak balhézzanak, azzal nem értek egyet. Um, nehéz helyzetben vannak, hiszen kevés figyelem esik rájuk. Nagyon nehéz lesz azt a egyensúlyt eltalálni, hogy mi az, amit támogatni tudnak, mi az, amiben valami újat tudnak bevinni, és mi az, amiben valamekkora ellensúlyt tudnak képezni, legalább azzal, hogy a parlamenti munkában megjelenik, és a sajtó úgy tud tudósítani róla, a sajtónak az a része, amelyik még végzi a munkáját, tehát a, a, amely tudósít az eseményekről, mert van a sajtónak egy része, ami nem az eseményekről tudósít, hanem propagandát terjeszt. A sajtóban is csak úgy tud megjelenni, hogyha a parlamentben megjelenik a következetes szakmai munka, tehát azokkal szemben, akik itt azt mondják, hogy kimenni az emberek közé, és nem tudom, hordunk szónokként, itt a nyírségben szónokon, én azt gondolom, hogy a parlamentben kell megmutatni, hogy képesek fölmutatni a jelenlegi politikával szemben egy olyan politikát, amely a jelenlegi politikánál szakmailag jobb, hiszen itt is van javítani való, de főként őszinteségben és, és morálban fölötte áll annak, amit a jelenlegi parlament jelent. Záró kérdés. Egy kicsit eltérő témában, de, de ez is abszolút a jövőbe mutató az elmúlt években az Európai Unió egyre elkötelezettebbé vált a szlogenek szintjén mindenképpen, de, de valamennyire a döntéshozás szintjén is egyre elkötelezettebbé vált az ökológiai válság, ezen belül a klímaváltozás elleni harcban. Oroszország ukrajnai háborúja viszont, mint hogyha megváltoztatta volna egy kicsit ezt a, ezt a helyzetet. És a kontinensen jelenleg arról folyik a diskurzus, hogy az Oroszországtól való energetikai függés csökkentése vagy megszüntetése érdekében távoli országokból a jelenleginél sokkal környezetszennyezőbb módon igyekezzünk beszerezni a kőolajat és a földgázt. Az ökológiai válság kapcsán korábban professzor úr többször is megszólalt, még, még konferenciát is szerveztek az ügyben tudósként mit gondol ebből a helyzetről? Ez a helyzetet az orosz agresszió idézte elő. Nem kerülem meg a kérdést, ígérem. Nagyon rossz döntést hozott Vladimir Putyin, amikor megtámadta Ukrajnát. Nem tudom, hogy mi történt Luhanszban és Donbassban, de gondolom, hogy be lehetett volna hívni ilyen megfigyelőket, és bemutatni, hogy ha ott az ukránok bármit elkövettek, és nem pedig rommál lőni Mariupult és Harkivot. Tehát ez a háború alapvetően megváltoztatott mindent, és ugye lehet vásárolni néhány ezer elektromos meghajtású autót, de hát könyörgöm, a fölrobbantanak egy gázolaj tartályt Kiev környékén, az több környezetszennyezést csinál, mint a magyarországi autóállomány. Azt, hogy rákényszerítsék Oroszországot arra, hogy belássa, hogy a 77 éve fennálló világrendet, amelynek alaptétele volt az, hogy erőszakkal más területét nem foglaljuk el, hogy ezt nem Szekheti meg. Ebben egyébként Kína is a, a nyugat-európai országok mögött van, vagy egyetért a nyugat-európai országokkal. Azt, hogy ö, hogyan tudják megoldani a kőolajszármazékok, gáz biztosítását Európában, ez egy borzasztóan nehéz kérdés. Európa Pában tudomásul kell venni, hogy az embereknek sokkal nehezebb lesz az élete, lejjebb kell tekerni a fűtést, vagy a termosztátot, kevesebbet kell autózni, jobban meg kell szervezni a szállításokat. Az, hogy a, ez mennyire fogja fölgyorsítani a úgynevezett megújuló energiaforrásokat. Én nem hogy ezt a megújulót, mert a napenergia azt is megújuló energia, mondját, ez napenergia is kész. Tehát a, mondjuk azt, hogy hulladék nélkül energiát termelő rendszereket, ez valószínű jelentős mértékben a szélenergián és a napenergia, volt történő energiatermelést ezt föltehetően föl fogja gyorsítani. Hát nagyon nagy kérdés az atomenergia. Mert Oroszországgal ezek után elég nehéz lesz atomenergia egyezményeket kötni. A francia gyártási kapacitás nem tudom mekkora, és az Egyesült Államok beli gyártási kapacitást sem. A franciák, jól. hogyha jól tudom, akkor erőteljesen lobbiznak azért, hogy, hogy Európát kisegítik az atomtechnológiájukkal? Érthető, érthető a üzleti. Szempontjuk is, és be kell látni, hogy ha e, váltani akarunk a e, foszilis alapú energiatermelésről, a, mondjuk azt, hogy a foszilis energiatermelés melléktermékeivel nem járó energiatermelésre, akkor a biztonságos atomerőművi e, energiatermelés az, az továbbra is opció. A de... melléktermék ott is megvan? A melléktermék ott is megvan, de vannak tervek olyan kisméretű atomerőművekre, amelyek fűtésre, energia előállítására egyaránt alkalmasak. A kiégett fűtőelemek tárolása az egy, az egy nagyon nagy kérdés. Ez, ez egy megoldatlan kérdés. Fizikusok mindig reménykednek abban, hogy sikerül a fúziós energiareaktort észszerű idő alatt megalkotni, és akkor az egy nagyon jelentős mértékben megoldaná az emberiségnek az elektromos energiával történő ellátását, és a mostani technológia a felé halad, hogy gyakorlatilag minden működtethető elektromos energiával. Úgy legyen. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket és részt ezen a beszélgetésen, a hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy meghallgatták ezt az adást. Pálinkás József fizikussal, az Újvilág Néppárt elnökével, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökével, és még sorolhatnám a különböző tisztségeit. Beszélgettünk Budai Péter, a Debreciner újságírójának társaságában. Ezt a podcast adást a Debreciner stábja készítette. Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, kérjük fizessenek elő online újságunkra a debreciner.hu címen. Köszönjük, hogy minket hallgattak, a viszont halásra, sziasztok, illetve viszontlátásra!